Szerdára virradó éjjel robbanás történt a marosvásárhelyi Azómúres vegyipari kombinátban. A hatalmas robajt még a távolabbi városrészekben és a környező falvakban is hallani lehetett, majd több kilométerről látható lángok csaptak fel. A robbanás egy ammóniát előállító berendezésben keletkezett. Szerda éjszaka 1 óra után 2 perccel hatalmas robbanás zajára ébredtek Marosvásárhelyen és a környező településeken. Az Azomur és vegyipari kombinátban felcsapó hatalmas lángokról sorra jelentek meg képek és videók a szociális hálókon. A helyszínre siető hatóságok képviselői még szerdára virradóan sürgősségi sajtótájékoztatót tartottak, amelyenkre Csuno Vidió, az Azomur és kombinát vegyipari üzemvezetője számolt be a robbanást kiváltó okokról. A technológiai áramlásban hidrogén és nitrogén tartalmú szintézis gázt állítanak elő, amit egy szintézis oszlopban több mint 100 bárra sűrítenek. A robbanás a rendszer feljegyzései szerint pontosan 1 óra után 2 perccel történt, mert a szintézis oszlop bemenetelénél meghibásodott egy gázvezeték. A tűzoltók 15 percen belül érkeztek a helyszínre, de a vállalat saját katasztrófa elhárító csapata már dolgozott a tűz eloltásán. A tűzoltók 1 óra 15 perckor értek a helyszínre, ahol a vegyipari kombinát saját tűzoltóegysége már a helyszínen volt, és 1 óra 20 perckor megerősítették, hogy nem áll fenn a tűz tovább terjedésének veszélye, illetve nem jelent veszélyt a lakosságra. Az eset kapcsán a tűzoltóság roálért üzenetben tájékoztatta a lakosságot, hogy elmúlt a veszély. Márátoganél Maros megye prefektusa szerint a vegyipari kombinátnak maximális komolysággal kell kezelnie a helyzetet. Erről a továbbiakban tárgyalni fognak. Közölte, az esetről az éjszaka folyamán Lucián Bodé belügyminisztert, Florin Kücu miniszterelnököt, illetve Rajda Rafat államtitkárt is értesítették. Ma reggelre pedig a bukaresti vészhelyzeti főfelügyelőség csapata is a helyszínre érkezett. Az Azomures vegyipari kombinát vezetősége szerint a 3-as számú ammónia telepen történt a robbanás, amelynek következtében egy 54 éves alkalmazott felső végtagtörést szenvedett. Az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség tájékoztatott, hogy a berendezést, amelynél felcsaptak a lángok, nyomásmentesítették, a környéket pedig továbbra is megfigyelés alatt tartják. A hivatalos álláspont szerint nincs ammónia szivárgás, sem a lakosság, sem a gyár munkásai nincsenek veszélyben. A lakosság ennek ellenére sem nyugodott meg, tömegesen követelik a vegyipari kombinát bezárását, főleg miután már többször volt példa hasonló esetre a vállalatnál. Az Azomures iránti lakossági ellenszenv nem új keletű. Sós Zoltán polgármester választási kampányában a vállalat bezárása vagy biztonságosabbá tétele az egyik központi téma volt. A cég éppen ezért az évelején a postaládákba eljuttatott nyomtatványokkal próbált mindenkit biztosítani arról, hogy teljes biztonsággal működik. Romániában az utóbbi hétben 3 robbanás is történt ipari berendezéseknél. A múlt héten a Petromédia kőolajfinomítónál történt robbanásnak emberi áldozata is volt.